Szavaztok. Megyünk gyerekek nagy fáér. Mutatom. Tunakiliti ártér. Elég nagy a víz. Dunag. Ugye van otthon fűzfám, azt láttátok, de hát gyengének tartom azt az átmérőt, nem elég, hogy puha fa. Aztán jövünk fát lopni. Vannak itt kint ilyen nagy cohók. Jó, persze nem kell kész pénznek venni, nem fát lopunk, hanem az egyik támogatóm, aranyhaverom, Nagy Forest BT, fakitermelők egyébként. Közben mutatom az útat. Ők valahol itt dolgoznak, bent a poklokba. Szóltam az úriembernek, és azonnal reagált is, hogy jöjjek ki nyugodtan, darúval tesz fel majd futóra nekem. Egy vagy két darab ilyen 50 és 60 centi törzsátmérőjű cohókát. Hát remélem visszafele fölbírom húzni. Mondjuk a tojó felhúzza. Ezzel nincs gond. Azért arra figyelnem kell. Ugye a töltésre, illetve a hídra. Na mindegy, majd a helyszínről visszajelentkezek, már itt még elég hosszú földes út van kifele. Elég ilyen rét, körbe, vízpart és erdő mindenhol. Csodálatos. Jövünk vissza. Itt? Középre, igen. Engedd még lejjebb! Jaj! Hallod? Ezt ne is kell majd szedni. Azt nem teszed föl. Ne tedd föl rá, komolyan nem tudok fölmenni a töltésre. Hallod? Ne tedd, ne basszál ki velem. Tedd félre. Ne! Nem akartam fölrakni! Jó, várjál! De ezt a csapatnak? Ideg. Nem, úgy meleg! Köszöntem szépen! Szavaztok. Na, gyerekek, Uszkorna 394 XP, immáron harmadszori nekifutásra, helyjel közzel, nagy vonalakban 90-95%-os készültségi állapotban. Ugye az előző filmben láthattátok a veszőfutást, illetve a harcot az idomokkal, elemekkel, alkatrészekkel, illetve a tapasztalatlansággal. Aztán jött még rá, aztán lehet kontrázni. Jött még erre a dologra, tehát nem volt elég a dugattyú. Kiderült, hogy a gyújtás, amiről én azt feltételeztem, hogy jó lesz, ugye a 55-ös, 61-es gyújtás, gyújtótrafó,
kiderült, hogy az se fasza, ugyanis nem adott elég erős szikrát. Hogy miért, nem tudom, a patkó, illetve a maga a vasmag, illetve a tekercs, az szinte ugyanaznak tűnt, legalábbis nekem, de rápróbáltam aztán egy 51-esre, ott tök jól működött, ennél viszont nem. Gyenge volt a szikra, nem akart rendesen pörögni a gép, nem volt normális alapjárat, stb. Tehát ugye össze van már rakva, összefaragtam 3 karburátorból rá egyet, ami hát úgy helyjel közzel el lehet mondani, hogy megállja majd talán a helyét, nem fog szivatni. Ha nagyon szivat, akkor majd azt is kibaszom. Nagyon jó a gépnek a öblítése, illetve nagyon jól összepasszol a Colben Schmidt gyár dugattyú Mahlehengerrel. Túl van már 3 telitank járatáson, tehát persze ez még nagyon kevés, még bőségesen, vagy bődletesen kevés ahhoz, hogy el lehessen mondani, hogy ez már egy bejáratott gép. Tehát bejáratott gép az ott kezdődik, hogy 15-20 tank, illetve legalább 10 üzemóra. Úgyhogy ennyi. Én olvasatomban. Ugye ott hagytam abba előzőleg, hogy a gyújtással is voltak még problémák, közben azért megfordítom. Bocs, de kell a másik kezem is hozzá, hát ugye. Tehát gyújtó rész. Hát itt is ki kell emelnem a Vitek Ferikét. Ő segített nekem ebben. 94-eshez. Ez is nagyon érdekes. Külön cikkszám alapján kellett rendelni. Úgyhogy köszönöm, Ferenc. Hát a matricáid azok, az látod, az nem jött össze. Feri nagyon rendes volt, bevállalta a 394-es matricát is, de hát pedig cikkszám alapján lett állítólag az is rendelve, mégis ezt küldték. Na mindegy, most ez csak egy átmeneti állapot, tehát ez lekerül majd róla. Jön a matrica szett, azt is Feri rendezi. Nem tudom, eBay-en faszon tudja milyen kinti áruházon köröztül, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Megoldódott. A berántó probléma, itt van a hitvány, aztán azután a gyártott. A fogantyút levettem róla, azt azért átraktam, ez is egy utána gyártott fogantyú, illetve a kötélorsót. 3-4 faluval odébről, köszönöm Tamás, a bontott gyári berántót, úgyhogy gyakorlatilag olyan szinten összeállt a gép most már, hogy ami utána gyártott rajta, az igazából csak a kipufogó, illetve a láncdekné. Szerintem ez innentől fogva már majdnem teljes értékű, tehát ugye a láncdeknébe is azt elmondtam, kicserétem már mindent, láncékkart, illetve a mechanikát, stb. Ugye akkor megkapta a HD szűrőt, gyári HD filterre, azt megmutatom azért, bár láthattátok a pénteki élő műsorban. Egyenlőre. Illetve nem egyenlőre, ez már marad így, tehát pénteken mértünk rajta kompressziót a Miklóssal. 11,5 bar volt. És idegen, tehát szerintem nem rossz. Lesz ez még ütősebb is majd. Atom egyébként, tehát nagyon, nagyon kemény, nagyon, nagyon erős a kompresszió a gépben. Nagyon nehéz átfordítani a motorot, de hát ugye ez függ szintén a kötéltárcsa átmérőjétől, függ attól, hogy tele van-e a dob ugye zsinórral, nagyon sok mindentől, tehát ugye ettől se kell. Nagyon sokan, hogy ez a gép leeresztés, ugye, hogy a kompresszió mérésen át lófasz, nem úgy van, meg átbasz téged a berántó is, hidd el, meg sok minden más is. Na, ugye rákerült a 80-as vezető, hát
az a helyzet, hogy nem akarok én ilyen, bár van itthon ez a fűzfa, ez a próbafának titulált ilyen, mit tudom én, 40 centis átmérővel, hát nem elég, hogy puha fa, de hát azért a 40 centi ekkora gépnek ez abszolút nem hiteles bemutatás, én azt gondolom. Tehát 90 köbcenti fölötti gépről beszélünk, akkor adjuk meg neki a méltóságot, tegyünk rá egy méltó vezetőlemezt, meg egy méltó fába próbáljuk ki, úgy mutassuk be, ha hiteles akarunk lenni. Sőt, itt most meg is állok egy pillanatra, mert most megy itt a fent ugye a YouTube-on különböző videósok között ez a enyém jobb, a tiéd szarabb, szarul vágod a filmet, hazudozol, kamuzol, stb. Gyerekek, mindenki azt fogja bemutatni, meg úgy fogja bemutatni, ahogy ő neki tetszen. Tehát ezért ez benne van a pakliba, hát ez nagyon sokan csinálják, nincs, tehát nem kell bedőlni semminek. Tehát még amit én mutatok be, abba is lehet eltérés, még hogyha Isten látja a lelkemet, igyekszünk mindig tényleg úgy bemutatni, hogy ami a valóságot fedi. Hát most gondoljál bele, ott volt a GS650-es videó, ugye oleomag, GS650, az ment, mint a barom. Az úgy ment, hogy simán mellé mertem volna tenni a 372-est, nem sokkal maradt volna le tőle szerintem a GS650-es, és nem egyszerre el lett mondva, hogy bizony ott van a vágás teljesítményben a gép, erőbe, stb. Akkor például tavaly ősszel próbáltuk ezeket a 70 köbcentis gépeket, ugye Pistikével játszott benne a 461-es, ha jól tudom, 462-essel, 572, 372, mind-mind saját gép volt, meg ajándékgép, meg stb. Azt a volt itt javítás alatt, vagy szerviz alatt egy 7300-as dolmár, amit csak úgy véletlenül lett beállítva ugye ebbe a sorrendbe, illetve ebbe a csapatba, mint játékos. Semmi közünk meg vizé nem volt az a gép, ezek nem is kérte a gazdája. De mégis, hát beraktuk, hogy akkor az is egy beleillik ebbe a köbcenti kategóriába, és lásd, sorra verte mindet. Szinte jó, persze. Nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik, nagyon sok mindene. És erről is lehetne most a regényeket pofázni. Na, tehát hogyha össze akarsz hasonlítani két gépet, akkor először is azt vegyük alapul, hogy ne egy leharcolt gépet hasonlítgassunk össze, és ez mindenkinek szól, tehát személyeskedés nyista. Úgy van értelme, az össze, vagy két leharcolt gépet hasonlíts össze, vagy két jó állapotú. Tehát nagyon sok minden múlik azon, hogy egy vágást tesznél például, ugye van ez a versus VS, ez az, amaz. Én sem használom ezt a VS-t már egyébként, mert megmondom őszintén, ez tényleg olyan dolog, hogy inkább a versenyeken van helye ennek a kifejezésnek, mint sem a háztáj felhasználásban, hogy egy mászfilész bemutatának. Hát gondolj bele, bazd meg, kinn az erdőn, ki a faszon fogja neked stopperolni, hogy most melyik láncfűrész mennyi időt vágja le a fát. Aki dolgozik az erdőn, és sokan vagytok, tudom, itt a nézőseregben, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát kurvára nem az a lényeg, de még otthon se bazd meg, vagy akárhol, mondjuk elmész maszekolni. Hát elmondom, hogy neked, hogy mi a lényeg, elmondom nektek az én gondolatmenetemet erről is, hogy ha mondjuk maszekolni mész, olyan géppel menjél, ami nem zabálja le a gatyádat. Ugye, ha nyilván ha pénzt akarsz keresni, akkor ott tudsz mondjuk spórolni, tehát egy ilyen nagyobb, olyan teljesítményű gép, ami túl nagy, az már ráfizetéses. Tehát kalodázni 60-70 köbcentis gép bőven jó. Úgyhogy nem véletlenül visszük mi is a 372-es X-Torque-ot. És nem azért, mert most húha, nekem az a szívem csücske, az is a szívem csücske, meg ez is a szívem csücske, meg mindig a szívem csücske, tehát most lehetne ezt még ragozni, meg ugye visszatérve még itt ez a stopperozásos, időméréses, hogy most melyik a jobb, meg melyik a rosszabb, kurvára nem az számít, hát gyerekek, gondoljunk bele. Ne azt döntse már el, tényleg bassza meg a cserez, hogy melyik gép
hány tized másodperce gyorsabb. Különben is, még hogyha minden smakkó, minden fasza, tegyük fel, hogy mind a két gép, amit össze akarsz hasonlítani, mind a két gépnél ugyanannyi a kompresszió, ugyanolyan jó kondiba van a motorja, ugye ez is egy rendkívül fontos tényező, szóval ezt már elmondtam, jó kondiba van a motorja, tehát megvan az a 10-12 bar kompresszió, megvan a gépnek a rendes öblítése, faszán perők, karburátorbeállítás, stb. Sok kis apróságon múlik ez is, ugye. Megvan a vágószerkezet, másodlagos, akár mindent eldöntő tényező lehet, vágószerkezet, tehát láncvezető, meg ami még fontosabb, ugye a láncunk. Azon kívül most, hogy láncsebesség, meg nyomaték, meg ilyen ehhez hasonló dolgok, ugye nagyköpcentis gépnél, nagyköpcentit mérünk össze, én azt gondolom, hogy az úgy fair, az a dolog, nagyköpcentit mérünk össze nagyköpcentivel, hogy adjuk meg neki a nagy fát, aztán tényleg nyomjuk is bele azt a gépet, mert ott jön elő a nyomaték, meg ott lehet látni, hogy most csak porol, vagy pedig tényleg szórja a lábadra a forgácsot, hogy érzed a gatyán keresztül. Láncsebességet egyébként lehet növelni, nem probléma. Petétgyűrű cserével meg tudod spékelni. Tehát igazából a láncsebességnek sincs jelentősége nagy köpcentinél, hiszen röngdolaborásnál ugye ott inkább az a gépnek az ereje az, ami kell, hogy legyen, ugye? Mármint, hogy ne hagyja el magát, tehát ne fulladjon bele, ne fújjon bele a fába. Ahhoz meg a láncsebességet, hogyha felpiszkálod, akkor már eleve ott már vesztettél vele, mert a lánc gyorsasága, a láncsebességnek a gyorsasága, az a nyomaték rovására megy. Ez ugyanolyan dolog, mint a mountain bike biciklinek a váttója. Váltsáfőbb az meg ezért nagy áttétel, aztán tekerjé fel a laposból, érted, a hegytetőre, és ennyi. Tehát igazából a láncsebességnek is tényleg van nagyon fontos szerepe, csak nem mindegy, hogy milyen gépen. Ugye az, aki tényleg az erdőn dolgozik, és nem otthon, meg nem rajból mutogatja a láncfűrészeket, hanem kint termelésbe, úgy, mint munkaeszközt, tehát szerszámot, úgymond. Értek, itt ez alatt most elsősorban ugye a favágókat, ugye akik azzal foglalkoznak, tehát fakitermeléssel. Ténylegesen, tehát nem ilyen faszedés, vagy, mert még az is kismiska, amit mi bohózkodunk kint az erdőn, itt télen, a maszekerdőn ugye elbohózkodunk, mert egy komoly fakitermelés, ez nem úgy néz ki, mint amit mi is. Valamilyen szinten hasonlít rá, vagy el lehet mondani, de messze nem az. Tehát aki benne van, az úgy is tudja, az úgy is látja. Valahogy ez két külön világ. Igen, azt akartam mondani, hogy fontos szerepe van a láncsebességnek a kisebb fűrészeken, tehát nem, nem az ilyen nagy cohó gépeken, nem ezeken a döntő daraboló gépeken, hanem a középkategóriás professzionális gépeknél, igen, a 50-60 köpcentis osztályban. Ott már el lehet mondani, főleg egy érítésbe, ahol haladni kell, ugye ágazni, bogazni, bokrászni, stb. A felpörgés, a láncsebesség, na ott már igen, ott már dominál, de nem egy ilyen nagy gépnél, mert még egyszer elmondom, nagy gép, nagy láncvezető, nagy fa. Ez erre találták ki, basszátok meg. Nem arra, hogy otthon kuglizzál vele. Persze, aki szereti, meg minden, vegye meg, gyűjtse, gyönyörködjön benne, használgassa. Néha-néha vegye elő, de ne essünk már egymásnak, ne essen neki senki a másiknak ilyenen, hogy erőszakosan ugye bele kell verni a másik fejébe azt, hogy hidd már el, hogy ez tényleg jobb, mert nem kell. Miért kellene? Nem kell. Hát az a jobb az meg, amelyikre egy bizonyos idő után úgy tudsz hiteles véleményt, meg okosságot mondani, hogyha tényleg van vele tapasztalatod mindenféle körülmények között, meg alatt, meg után. Tehát
Most az, hogy én kiolvasgatom a gépkönyvből, meg ilyen apróságokat, hogy most... Jó, ezt én is ki szoktam emelni, ugye, gépnek a műszaki paramétereit. Itt is elmondom most, hogy valaki esetleg nem tudná. 394 XP, 94 köbcenti kereken ez a gép, kérlek szépen. Színuszban 6,8 vagy 9 lóerő volt megadva. Középteljesítmény az 7,1 lóerő, tehát 5,2 valahogy így kilowatt, illetve a üzemi fordulata az szintén ilyen 9 és 10 ezer között. Most ezt is ugye lehet mondani, hogy melyik fordulaton adja le a teljesítmény, melyiken a lóerő. Ez mondjuk nagyon sokban függ a hengerkialakítástól, nagyon sokban függ a főtenger mi voltját, ugye hosszabb löket, rövidebb löket. Érdekes, ezen is lehet vitatkozni, lehetne ugye hosszabb löketű miért jobb, mitől nyomatékosabb, a rövidebb löketű ugye nyilván kisebb neki az a tartomány, ahol a teljes nyomatékot leadja. A hosszabb löketűnél meg szélesebb a tartomány, ennyi a különbség valójában. A nyomaték megvan egyébként mind a két gépbe, mind a hosszú löketűbe, mind a rövid löketűbe. Ott van a nyomaték, csak egyikbe szélesebb tartományba adja le, mármint fordulatszám tartományba, másikba meg keskenyebb, tehát csúcsosabb fordulatszám tartományba fogja leadni. Itt az a lényeg, hogy azt a gépet, az adott gépet, amivel éppen vágsz, egy vágás teljesítmény mérésnél, én azt gondolom az a lényeg, hogy úgy használd, hogy azon a fordulaton, ahol abban a fordulatszám tartományban, ahol tényleg leadja a maximum teljesítményét a gép, ha hitelesek akarunk lenni, és tényleg a láncot, azt azért figyeljetek oda a láncra. Nagyon sok, én például a legelső videóknál, ugye, a régi, nagyon régi, még a 7, 8, 9, 10 éves videók, amiket ugye fölpakolgattam, rengeteget hibáztam ilyen téren, szarvas hibákat csináltam, és tényleg elkeserítő volt, hogy készültem, hogy na most, ugye akkor nem volt még telefon, meg ez ilyen kamera, meg olyan, ez volt egy öreg, koszlott, szírszar, ilyen kimustrált digitális fényképező, ilyen családi örökség volt, ez édesanyámtól örököltem meg. Az első egyike azoknak a digitális fényképezőknek, amikor bejöttek legelőször, ugye, azért is olyan, amilyen a képminőség, tehát nem tudom, talán 150 megapixel vagy annyi se, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azért látszott azon a képminőségen, és átjött az embereknek, akik diszlájkoltak meg, irogattak, hogy nagyon sokan támadtak a lánc miatt, hát én ebből tanultam, és tényleg igazuk volt, nem hiteles. Életlen lánccal bemutatott gép nem hiteles. Elmondani lehet ugye persze sok mindent, aztán vagy elhiszik, vagy nem. Azért, aki ért hozzá, meg látja, van rálátása, az meg fogja tudni mondani, hogy életlen lánccal vágtál, vagy éles lánccal. Ez ilyen egyszerű. A többi meg csak parasztvakítás. Na, ugye van még néhány dolog, amit még szeretnék mondani, vagy ki szeretnék emelni, tehát ugye ez a gép se jött volna létre nekem. Ilyen, hát nem mondom azt, hogy hú, de könnyen, de meg kell említenem az embereket, mert akik segítettek, akik támogattak benne, én azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy ezt azért megemlítsem őket ebben. Mindenféle reklám, meg egyéb nyalifali nélkül. Ugye elsősorban, aki sokat segített, hát szinte mindenki, aki segített benne, mindenkinek egyenlően jár a köszönet nyilvánítás, meg a pacsi. Tehát ezt már elmondtam úgyis az előző részben, mi honnan való, ugye a legtöbb alkatrész, a bontott alkatrész, ami nekem volt, az még a Péter Láncfűrész Kft. Pár évvel ezelőtt elküldte nekem a Husqvarna dolgait. A 394-esnek az alapját az ő küldeményéből válogattam össze, illetve Szakács Péter segített még ugye a blokkfélben, küldött kipufogó tőcsavarokat,
illetve egy használt, félig leharcolt kipufogót, tehát nagyon szépen köszönöm Péternek is. Akkor aki nagyon sokat segített, meg kell említenem a Vitek Ferit is, például gyújtórész, stb. Ilyesmi, ilyen apróságokat, nagyon sokat segített a Feri, és nem csak ilyen apróságokban, hanem ővele beszélgettem talán a legtöbbet, ővele találgattunk, meg fikcióztunk úgymond, hogy mégis hogyan vagy miképp, mert ugye Ferit is nagyon mélyen érdeklik ezek a dolgok a gépek között, ugye eltérés, ugye 394-300 bizony van eltérés, nem is kevés, ugye ez már így kiderült mostanra, nem csak a főtenger, meg a lentkerék, meg a gyújtó modul, hanem bizony a henger, a dugattyú, portok, a szívótorok, akkor a maga a karburátor is talán, ugye már hogyha a Bovden felfogatását nézzük, vagy akármi, tehát ugye a 395-est azt azért fejlesztették többször is, a 394-est azt hál' Isten nem nagyon, én legalábbis nem tudok róla, de aztán lehet, hogy most megint hülyeségeket beszélek. Akkor Cooler Meister barátomtól ugye kaptam a 2 darab röngtámaszt, a gyárit ugye ő a 395-ösén lecserélte a nagyobbakra, illetve a gyári láncfékkor, nagyon szépen köszönöm, Bence. Kertmotor Forró Adrián, nagyon meleg és hálás köszönetem a dugattyú, ugye ő szerezte, Adrián szerezte a dugattyú. Nagyon nehéz volt, de sikerült, és nagyon köszönöm, nagyon jól passzol a gépbe, tehát úgy néz ki, hogy összejött vele. Illetve Dankovics Dánielnek volt itt egy lerottyant 394-es, még február, március környékén, nem tudom pontosan, nem emlékszek rá. Nemrég lett az is mondjuk megcsinálva, egy hónapja körülbelül, bár azon már egy 395-ös Meteor henger set volt, tettem is róla fel egyébként egy ilyen kis vágástesztes videót. Sok teendő fényében nem sikerült arról a gépről nekem videót rögzíteni, pedig egy komplett felújításon ment át az is, tehát blokk, illetve főtengely csapágyak, szimeringek, tömítések, stb. Cserélve lettek benne, karburátor, stb. Sok apróság, ugye. Nagyon szépen köszönöm neked is, Dankó, amiket küldtél, apróságokat, ugye maradék alkatrészeket, még ha nem is mindent tudtam felhasználni, de nagyon szépen köszönöm még egyszer. Fúha, nem is tudom, nehogy valakit kifelejtsek én is. De azt hiszem, hogy így nagy vonalakban mindenkit elmondott. Ugye többit azt már én magam megrendelgettem. Nem mondom meg az összeget, hogy még így is, hogy ennyi minden megvolt, mennyit kellett költeni. Nem is, nincs is értelme. Tehát ez nekem egy szívem csüske volt, ez a gép. És most összejött, ugye a 394-es összejött. Ugye miért pont 394, miért nem 395-ös, ugye? Valamilyen szinten én is különc vagyok, és azt vettem észre, hogy utóbbi néhány évben nagy divat fűrész lett ugye a 395-ös. Ja, nem is értem egyébként, ugye el volt mindenki a 395-ös nélkül mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, pedig létezett, ő már itt volt köztünk már régóta, aztán most úgy hirtelen 395-ös ebbe az utóbbi 2-3 évben, valahol mindig feltűnt egy-egy, YouTube-os csatorna, ami nem baj, persze nem baj, hát. Nem tudom, eredetiség, illetve az, hogy az ember szembe megy másokkal, vagy nem akar beállni abba a sorba, vagy nem is tudom, nem. Nekem olyan gép azért, tehát ez volt a 9 kimondottan, a 394-es volt a szívem vágya. De hogy miért, az ne kérdezze tőlem senki, a faszom se tudja, nem tudom, bazd meg, ez volt a szívem vágya, ez sikerült. Jó, persze vannak még itt dolgok, vannak még itt apróságok, majd még ide szeretnék egy ilyen gyári pajzsot tenni, ugye, mert nagyon sérülékeny pontja a gépnek, be tudja verni az olajtartályt a blokk felett. Ezt mindenképpen pótolni fogom, illetve
ilyen matricák, illetve a berántó felüli matrica, ezzel még várunk, ezt ugye Feri elvileg ő rendezi. Amúgy ennyi, gép az patika, tehát hiánytalan most már ilyen téren, így műszakilag, tehát az utolsó csavarig én összehoztam alul, ugye amit mondtam, elfektetem egy rongyra. Mondjuk ide, hogy meg tudjam mutatni, mégis miről van szó. Itt ezek a kis apró kis gumibakokról beszéltem én az előző részben. Ezt így sikerült összehoznom. Ugye ezek a gumibakok, ezek nem rezgéscsillapító gumibakok, ezek a tank kímélő bakjai a gépnek, úgyhogy gyakorlatilag minden csavar, egyedül még biléta hiányzik, ezt beizéltem, érted, satíroztam feketére, mi a faszommal, filctollal, alkoholos filccel egyenlőre, hogy hasonlítson, tehát majd biléta is jön majd rá valahonnan. Ennyi a 394 jelenleg, azt gondolom, hogy elérte azt a készültségi fokot, hogy bemutatásra kerüljön, és összemérjük néhány nagy géppel, hogy ugye páron várjátok már, mit fog menni ezzel, mit fog menni azzal, mit fog menni amazzal, úgyhogy fog menni a 94-es, fog menni a 660-nal, fog menni a 661-essel, ez a szándék, igen, illetve a 288-ast is szeretném majd tesztelni, hogy a két gép között mennyi különbség van. Próbálom majd, amennyire tudom, ezt a vágástesztes, VSS faszkodást, ugye, összeméregetést annyira hitelesen csinálni, amennyire csak lehet, tehát nem isten bizony, hogy nem lesz ilyen, hogy mit tudom én, ugye a 661-esen, ha jól emlékszem, izé van 8-as kerék, tehát mivel hogy 7-es kerék van a 660-on, illetve a 288-ason is 7-es kerék van, meg a 394-esen is 7-es kerék van, így ne legyen már előnybe 661, vagy éppen ugye hátrányba, arra is dobunk egy 8, illetve egy 7-es kereket szépen, okosan, ahogy azt, tehát a láncsebesség, stb. Ne az döntsön, meg ne az döntsön, tényleg mutassa meg mindegyik gép, azonos körülmény, azonos gumikon, azonos kerekeken, hogy mennyit bír menni, bár még egyszer mondom, inkább a ti kedvetekért csinálom ezt az összehasonlítgatást, már nekem is különben a kicsit a faszom ki van vele, mert annyira nincs értelme tényleg, hogy csak hecből vagy fricskából vagy rajból jó, én nem akarom azt, hogy ebből megint majd vita kerekedjen vagy ilyesmi, amúgy meg leszarom, mindenki azt mond, amit akar, meg azt gondol, amit akar, ugye, és mindenki ugye azt fogja pártolni azt a gépet, ami ő neki a szívéhez közel van. Hát mondjuk nekem a 394 az nyilván közelebb van a szívemhez, mint egy 661, főleg nem egy CMS, de ha mondjuk ezt a gépet kéne egy összehasonlítanom egy 500 ível, akkor meg ebbe verném minden bizodalmamat, meg stb. Tehát most ez megint olyan dolog, érted, hogy elfogultság. Ez a gép, ez nekem egy nagyon régi álmom. A 661-es nem volt annyira régi álmom, az csak egy ilyen, olyan volt, hogy feldobtam a témát, hogy jaj, elférne a polcon, nekem is egy 661. Aztán Olasz Gábor barátom levette rögtön a magas labdát, aztán szépen le is gurította, tehát születésnapomra már meg is kaptam, és még egyszer azt is nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy ennyi, tehát én megpróbálom majd, de hangsúlyozom, nem a tutit megmutatni, hanem azt, hogy azonos vezetővel, azonos egy azon lánccal, tehát ezzel a lánccal fog menni mindegyik gép, mivel hogy erre a 80 centis titánium láncvezetőre nincs más láncom, ugye ez egy 104 szemes, 108 szemes, fasz se tudja, tehát ezzel a lánccal, ezzel a vezetővel annyit azért
fogunk csinálni, hogy minden egyes vágásnál, minden egyes gépnél, minden egyes vágásteszt után, mielőtt, vagy miután átkerül a láncvezető, illetve a lánc a másik gépre, kap egy friss élezést, pusztán a hitelesség jegyében, tehát hát még akkor is sok mindenen fog múlni, de megígérem, hogy tényleg próbálom. Aztán, hogy most melyik fog győzni, elhiszed, hogy leszarom. Nem érdekel. Nem érdekel, mert bazd meg, nem, nekem nem az a lényeg, hogy most melyik fog győzni. Igazából, és visszakanyarodva erre a témára, itt a botrányos balhékra, meg a izékre, itt a csatornák közti adokkapokra, 661 vs 395, meg mit tudom én. Gyerekek! Éppen forgatok, és belép Miklós. Köszönjél be. Ahogy, szevasztok. Mit forgat? A 394-es fogom majd tesztelni, ugye? Mert. Na, tehát annyi, hogy visszakanyarodva, hogy befejezzem most már tényleg a pofázást. Ugye ott tartottunk, hogy 394, meg a 395, meg a 661, meg ilyenek. Én azt gondolom erről, baszki, hogy a 661-et nem illik összehasonlítani ezekkel a gépekkel, hiszen a 661 az egy 5-6 éves konstrukció. Ezek a gépek meg 25 éves konstrukciók. A 661-esnek most múlt héten nyomták ki az ellenfelét, vegyél egy olyat, hasonlítsd össze azzal, aztán majd utána lehet mondani a dolgokat. Ugye 592 XP valójában a 661-esnek az a kategória társa. Nem ez a 20 éves csataló, ami dinamikában, meg fejlettségben, meg technológiában jóval alul van sok mindenben, tehát ennyit erről. De attól függetlenül még lehető a nyerő. Ugye súly, stb. Jelentősen több, de ki a faszom nézi a súlyt, bazd meg a súlypontot. Oké, hogy hátul van a súlypontja, aláírom. De ez bazd meg nem bassza orra magát ekkora láncvezetővel. Érted? Most a 661-esre rátenném ezt a titánium, 80 centis titánium lemezt, az bazd meg így állna így. Így. Hát, mindennek van oka, meg miértje. Egy ekkora gépnél, amikor rönköd darabolsz, a kurva anyját nem érdekli, hogy most 4 kilóval vagy 3 kilóval könnyebb, vagy kevesebb. Más az erdőn kint dolgozni, meg más itthol szarakodni. És ugye ennyi. 394 XP versus. Jövök vissza hamarosan, szevasztok! Oh.